Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét, engedélyezi Székesfehérvár az osszáriumban található csontmaradványok genetikai kutatását. Erről beszélgetünk mai műsorunkban, stúdión vendége Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum igazgatója. Jó estét! És Kulcsár Mihály, a Siklós Gyulabáros Történeti Kutatóközpont igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadta ön is a meghívásunkat. Köszönöm szépen, ugye szerdán tettek közzé a Facebook oldalán ezt a döntést. Mi előzte ezt meg, mekkora egyeztetések voltak, illetve miért jelentős ez a döntés Székesfehérvár életében, polgármester úr? Viszonylag régebben érkezett meg az első megkeresés, részben a Szent István Király Múzeumhoz, részben pedig Fehérvár önkormányzatához, a Magyarságkutató Intézettől, a szakminisztériumtól, illetve a kutatásban egyébként résztvevő szakemberektől, tudós emberektől, hogy szeretnék, hogyha ki tudnák nyitni az osszáriumot és az ott lévő csont leleteket, ne részben, akár helyben, akár elszállítást követően különböző erre specializálódott laborokban meg lehetne vizsgálni. Voltak bizonyos feltételeink, erről nyilván a műsorban majd fogunk beszélni, illetve hát a Covid helyzet az nehezítette ezt a kérdést is, viszont a rendkívüli jogrendben most közgyűlési hatásköröket is a polgármesterek gyakorolják, és szerintem szimbolikusan is fontos lett volna, hogy erről a kérdésről ne csak én egy személyben, utána meg egy intézmény igazgatója hozzon döntést, hanem ki tudjuk fejezni ebben egy egységes gondolkodásunkat, magyarul a testület hozza meg az ehhez kapcsolódó határozatokat. Erre nem volt lehetőség, a február 8-át megvártuk, ezt korábban már jeleztük a budapesti partnerek irányába, ők ezt elfogadták egyébként, viszont most azt is jeleztük, hogy miután újabb hetekig vagy hónapokig nem lehet összejönni közgyűlés, mi nem szeretnénk ennek a kutatási programnak akadályai lenni, hiszen ezért körülbelül pedig ez egy a város számára történelmi jellegünket tekintve is egy fontos kutatási kérdéskör lehet. Azt hiszem, hogy talán most úgy volt a helyes, hogy tovább ezt nem várjuk, hanem meghozzuk ezt a döntést, és erről a határozatról Szent István Király Múzeumot értesítettük, és pedig már nyilván a Magyarságkutató Intézet irányába, illetve a szakminisztérium irányába megteszi a következő lépéseket. Milyen következő lépések lesznek? A következő lépés, ugye kell a Szent István Király Múzeum engedélye mindenképp ehhez a folyamathoz. Most, hogy polgármester úr, illetve a közgyűlés által ugye fel lettünk hatalmazva, ezért most már megadhatjuk az engedélyünket. Kell egy együttműködési megállapodást kötnünk nyilván a megfelelő szervekkel, jelenleg ugye a Magyarságkutató Intézettel, tehát egy kölcsön szerződést gyakorlatilag, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériumában nekünk meg kell küldeni, ahol engedélyezhetik a folyamatot. Nyilván ugye szóltak arról a hírek korábban, hogy Hunyadi Mátyás DNS-ét azonosíthatják gyakorlatilag ugyanazzal az eljárással, bár nem vagyok szakértő, csak az elmondottak alapján, ahogy annak idén ugye a harmadik Béla király csontváza alapján az Árpádházi királyok férfiágon öröklődő DNS-ét is sikerült azonosítani. Ez felgyorsította a folyamatot, vagy milyen eredményt hozhat ez, hogy látják meg? Én azt gondolom, annyiban felgyorsította, hogy mindenképpen most az érdeklődés homlokterébe került ez az egész kérdés. Hát elég csak az elmúlt mondjuk egy-két hét sajtóját böngészni, teljesen mindegy, hogy tévéről, nyomtatott sajtóról, közösségi médiáról, online felületről beszélünk, szakmai helyterületről, vagy abszolút populáris nyilvánossági elemekről. Nagyon sok helyen merült föl ez a téma, és egyébként szegezték nekünk is a kérdést az elmúlt hetekben, hogy akkor ezt látva Fehérvár milyen döntést fog hozni. Tehát ennyiben biztos, hogy felgyorsította, de azt látni kell, hogy ezt a területet annyiszor bolygatták, annyiszor történt ezzel a területtel nagyon komoly átalakulás a történelem viharaiban, hogy nem pontosan lehet azt tudni, hogy ezek az osszáriumban található csontok megőrzésére szolgáló, gyakorlatilag a leletanyagot tömörítő ládák, ezekben lévő csontok, ezek pontosan kinek egyetem, honnan, templomon belülről, templomon kívülről kerültek oda. Tehát itt azért rengeteg kérdés van, amit részben ez a vizsgálat nyilván igazolhat, adott esetben cáfolhat. Ebben azért szerintem kell, hogy legyen bennünk egy kis bizonytalanság, ezt azért mindenképpen látni kell, de mellette az is egyértelmű volt, hogy ha van ez a tudományos lehetőség, és ezt a szakemberek elfogadják már hiteles vizsgálati struktúrának, eljárásrendnek, akkor nézzük meg, hogy mi van az osszáriumban. Mi az, ami biztosan tudható egyébként a nemzeti emlékhelyről, vagy annak a múltjáról? Hát elég sok dolog tudható biztosan, és
elég sok dolog nem tudható biztosan sajnos a nemzeti emlékeink múltjáról. Ugye közhely számba megy talán, hogy Székesfehérvár az egyik legfontosabb város a középkori Magyarország történetében. Ugyanez vonatkozik a Szűz Mária bazilikára, amely ugye a magyar királyok koronázó temploma és temetkezési temploma volt. Közhelyszámba megy, mint említettem, de hát azért nem árt, ha ezt elég sokszor elmondjuk, és minél többször, hogy minél inkább tudatosuljon sokakban, hiszen hát ugye míg, hogy is mondjam, boldogabb történelmek maguk mögött tudható nemzeteknél megmaradtak az ilyen jellegű építmények, ma is be lehet menni. Hát nálunk sajnos bizony csak romok maradtak ebből, és hát bizony felelősségünk az, hogy ezeket megőrizzük az utókor számára, folytassuk a kutatásukat, illetve hát azt hiszem az is nagyon fontos ebből szempontból, hogy minél többekkel ismertessük meg ennek a területnek, ennek az egykor itt volt koronázó bazilikának a középkori magyar állam életében betöltött jelentőségét. Ugyanis azt kevesen tudják, hogy ez volt az a templom, amely az egyetlen olyan épület volt, ahol törvényesen lehetett magyar királyt koronázni. Ugye közismert az, hogy van egy hármas szabálya a középkori Magyarországon, pontosan, mert volt egy hármas szabály, ami hát törvényben soha nem volt leírva, ellenben jogszokás volt, de egy nagyon erős jogszokás, tehát ezt mindenki magára nézve kötelezőnek ismerte. Ugye ez úgy szólt, hogy a szent koronával kellett koronázni, az esztergomi érseknek kellett koronáznia, és a székesfehérvári nagyboldogasszony bazilikában kellett ennek a királyfelkenés aktusának végbe mennie. Na most itt érdekességként jegyezném meg azt, hogy előálltak olyan szituációk, amikor az esztergomi érsek helyettesíthető volt, például a kalocsai érsek koronázott helyette azokban az esetekben, amikor akadályoztatva volt az esztergomi érsek, illetve amikor nem is volt betöltve ez a pozíció. Bizony volt olyan eset is, amikor a Szent Koronát is mellőzni lehetett, és egy helyette egy Szent István fehérvári bazilikában lévő fejerekje tartójáról levett koronával koronáztak. Egyetlen egy dolgot nem lehetett sohasem helyettesíteni, és ez a székesfehérvári nagyboldogasszony bazilika, mint koronázási helyszín. Ugye jól ismert Károly Róbert király esete, akit háromszor is meg kellett koronázni azért, hogy ez a három tényező együttesen álljon fenn. Mindjárt folytatjuk még a területtel kapcsolatban, az érdekességekről és a tudnivalókról. Kásler Miklós miniszter urat kérdezte meg arról a Fehérvár Televízió, hogy mit gondol, mit hozhat ez a székesfehérvári nemzeti emlékhely sorsában ez a döntés. Projektnek van egy szélesebb mezője is, vagy nagyobb perspektívája, ha úgy tetszik. Tudnék, ha az osszáriumban őszőcsontokat vizsgálni lehet, akkor az ott eltemetett 15 magyar király nem ismert férfiágon öröklődő haplócsoportját, tehát a jellegzetes gén csoportot meg lehet határozni, és mivel mind a 15 királyunkra kidolgoztuk azt a kutatási tervet, ahogy a meghatározott haplócsoport milyen ismert és felelhető mintával azonosítható, így mind a 15 ott eltemetett magyar királyt azonosítani lehet, és méltó körülmények között lehet öröknyugovóra helyezni őket ott, ahol ők azt annak idején akarták. Mit hozhat mindez a bazilika romjai törző székesfehérvári nemzeti emlékhely életében ön szerint? Székesfehérvár olyan lehetőség kapujába érkezik, ami rendkívül ritkán adatik meg a történelemben, mert a nemzeti emlékhely a Szent Istváni bazilika területén rekonstruálva esetleg részlegesen, vagy egészében a bazilikát, vagy a bazilika egy részét, rekonstruálva a szarkofágokat,
egy nagyon szép emlékhelyet lehet kialakítani, ami a Kárpát-medence kultikus központja lehet, mint ahogy annak idején több száz éven keresztül az is volt. Nos, hát szerintem ez egy nagyon szép jövőkép itt a Székesfehérváron elgondolva. Hát azt is mondhatnánk, hogy legyen így, vagy talán ez a helyhez kapcsolódóan tényleg azt is mondhatjuk, hogy valójában régóta várott ez már magára. Mióta a török elment, igazán nem tudunk mit kezdeni, az elődeinket is természetesen beleértve ezzel a helyen, ami a magyar nemzet történelmi bölcsője. Igazgató úr elmondta, hogy milyen jelentőséggel bír. A magyar államiság nem létezhetett ezen hely nélkül, mert a legfontosabb állami döntést, az állam fejének mondjuk úgy, hogy megválasztását, felkenését, azt ezen a helyen végezték. Tehát enélkül a hely nélkül egyszerűen ma nem lehetnénk itt, és nem beszélhetünk. Vagy ha itt is lennénk, lehet, hogy nem magyarul beszélnénk, kommunikálnánk. Tehát ezért ezzel a helyen végre ennek a nemzetnek, mint történelmi bölcső érdemben valamit kezdeni kell. És ebben akár egy ilyen kutatás is segíthet, ugyanúgy, mint segíthetnek azok az elemei az Árpádház programnak, amit már hosszú-hosszú évek óta végzünk. A múzeumfelújítás, ami most zajlik, előkészítve majd egy nagy Árpádház kiállítást, a kőtárnak, a látogatóközpontnak a kialakítása, moziba, hogy egyáltalán legyen hova belépni, ott kapni egy tudást, egy érzelmet, és úgy átmenni a nemzeti emlékhelyre, de hát akár a rendezvények, tudományos konferenciák, megjelent tudományos munkák, nagyon-nagyon sok tudományák tekintetében mind-mind ugyanabba a célba mutattak, hogy magával a nemzeti emlékhelyel kezdjünk valamit. Ugye Szikora igazgató úr fogalmazott úgy, hogy a lelkekben fölépíteni a templomot, én ezt kiegészíteném azzal, hogy utána pedig fizikai valójában is valamit kezdjünk a nemzeti emlékhelyen, és igen, minden visszajön ide, ami ehhez a földhöz kötődött. Szerintem ez fontos, és nagyon örülök, hogy miniszter úr is erről beszélt, mert az egyik legnagyobb aggályunk, szerintem mondhatjuk, hogy közösen, az éppen az volt, hogy a lehető legkisebb károsodással történjenek meg ezek a vizsgálatok. Különösen szakembereknek ez azt gondolom, hogy különösen alapvető kérdés, adjuk meg a végtisztességet a csontok mögött lévő embereknek, hiszen ott személyekről beszélünk, nem csak a királyi családok tagjai, hanem bárki, aki egy ilyen helyen temetkezett, és minden térjen vissza, mert az volt eddig a történelmi tapasztalat, ami Fehérvárról elment, az aztán nem érkezett ide vissza. Nekünk elő kell írni, meg kell határoznunk, hogy annélkül nem tudunk együttműködni, hogy ebben ne kapjunk garanciát, és most kaptunk garanciát, és azt hiszem, hogy ez most nagyon-nagyon fontos kérdés. Igen, hiszen az ön által említett kettő kritérium volt tulajdonképpen felsorolva az együttműködő partnereknek, hogy ha azt jóvá hagyják, akkor elindulhat a munka. Mi lesz a következő fázis? Mit lehet tudni? Hogyan folytatódik? Hát gyakorlatilag miután megvan ugye minden engedély, utána ki kell nyitni az osszáriumot. Az jelen helyzetben még egy speciális folyamat, mert egy óriási kőtömb ugye zárja le az egészet, mert egy speciális emelő szerkezettel tudnak leemelni erről az osszáriumról. És amint ez megtörténik, ugye le lehet menni az osszáriumba. Azt tudni kell, hogy az nem jó az osszáriumnak, ha egy évben többször vagy sokszor nyitjuk ki, ugyanis a bent lévő klíma az egy nagyon fontos eleme a csontoknak a megfelelő állapotba való megőrzéséhez. Ezért csak kifejezetten kutatási céllal, vagy ugye az augusztus 20-ai játékokhoz, királynapokhoz kapcsolódóan szoktuk megnyitni az osszáriumot. De magának az osszáriumnak is ugye az volt a célja, amikor annó kialakították, hogy a kegyeleti okok mellett biztosítani tudja egy esetleges későbbi vizsgálatoknak a folyamatát, tehát hogy olyan állapotba őrizze meg a ott lévő csontokat, hogy azokon bármikor, bármilyen vizsgálatot el lehessen végezni a későbbiekben, ha úgy fejlődik majd a tudomány, hogy ezt megtehetjük, megengedhetjük. Eredetileg az volt az elképzelésünk, hogy, és ezt kértük is a Magyarságkutató Intézetet, akik egyébként hozzá is járultak volna, hogy itt Székesfehérváron legyen a mintavétel. A kórháznak az egyik steril szobájába történt volna ez meg, viszont ismerve ugye a járványhelyzetet, erre sajnos már nem kerülhet sor, ezért kisebb adagokban lesz elszállítva néhány csont, tehát heti rendszerességgel szállítják ezt Szegedre egyébként, egy kutatólaboratóriumba, ahol leveszik a mintát, és azonnal szállítják is vissza. Ez a fontos gondolat, hogy azonnal szállítják így is van, vissza, azt így hiszem. Van. Nem maradott, tehát leveszik a mintát, és utána azonnal visszakerül ide Székesfehérvára.
Lehet ezt tudni, hogy egyébként ez meddig fog tartani, ez a kutatás? Hát körülbelül 1-1.5 év. De ugye részeredményeket, tehát ígéretet kapunk, hogy részeredményeket, azokat már hamarabb kaphatunk. Ugye említett polgármester úr is, hogy ennek volt előzménye, hiszen talán 2013-ról, hogyha visszagondolunk, akkor ott egy már magának kihelyezett kormánydöntésen is volt egy döntés, egy határozat arról, hogy itt valóban egy méltó nemzeti emlékhely legyen az Árpádház program keretében. Valóban így van, hogy a Szent István emlékév, ami szerintem egy nagyon szép közösségi erőt adó rendezvénysorozat volt, rengeteg tudományág részvételével, civil szervezet, intézmény részvételével sok embert tudtunk megszólítani. Szerintem pont azért, mert igenis az emberek büszkék arra, hogy ilyen történelmi városban élhetünk, és érezzük, hogy ennek van felelőssége. És ez a felelősség, ez a mindenkori fehérváriakat egyébként terheli, és mellette persze nyilván történelmi joga a városnak, ami pedig megilleti. És ezt a kettőt valahogy össze lehet hangolni. Akkor szimbolikus volt, hogy itt volt az a kormányülés, amelyik elindította ezt a bizonyos Árpádház programot. Értem szerint ez a program nem csak Fehérvárról szól, hiszen vannak fontos városok ebben az összefüggésben, mondjuk elég csak Esztergomra gondolni, de talán ezeknek a történelmi városoknak is érdemes együttműködni inkább ebben a kérdésben, mert szerintem közösek az érdekeik nagyon sok területen, még akkor is, ha vannak olyan tudományos kérdések, amiben esetleg lehet vita. De mellette pedig az, hogy ezek a városok visszakapják a történelmi jogukat, és olyan terek alakuljanak ki, ahol ezt meg is tudják mutatni, ez pedig szerintem egy közös érdek. És 13-ban ez a munka elindult, még akkor abban az évben, novemberben egy kormányhatározat is lett belőle, és ez elindította azokat a fejlesztéseket, programokat, rendezvényeket, tudományos munkát, ami miatt most egyébként részben itt ülhetünk, és ez az infrastruktúra javítását is eredményezi, de a szakmai tudást és hátteret is eredményezi. De ami legalább ennyire fontos volt, hogy az emberekbe felkeltsük az igényt, hogy történjen valami a nemzeti emlékhelyről. Hogy ezt ne csak a tudomány szeretné, ne csak a városvezetés, nyugodtan mondhatom, hogy mindenkori, mert szerintem mindenki pontosan ugyanezt gondolta az elmúlt évtizedekben, hogy próbáljunk valamit tenni, hanem az emberekbe legyen ott a jogos igény, hogy igenis ezzel a helyen valamit kezdeni kell, mert ennyivel tartozunk a saját történelmünknek, és egy kicsit a jövőnknek is, mert azért könnyű belátni, hogy amiről itt akár miniszter úr is beszélt, hát ez azért jelentősen formálhatná a város arculatát, hogyha szabad ezzel a ronda modern kifejezéssel élni a következő évtizedekre, akár évszázadok vonatkozásában is. És most már fókuszálhatunk a nemzeti emlékeihez, mert a teljes királyi séta, a teljes ehhez kapcsolódó infrastruktúrális fejlesztés meg fog valósulni, részben már folyamatban is van. Tehát 2-3 év múlva minden készen lesz ahhoz, hogy mindent fókuszáljunk magára az emlékhely területére, nem elfelejtve, hogy van előttünk két nagyon fontos dátum, és most itt nem 2022-re gondolok, mint aranybulla, bár az is egy szép kerek évforduló, de még ennél is kerekebb évfordulok 2031-hez és 2038-hoz kapcsolódóan, Szent Imre, illetve Szent István személyiségéhez kapcsolódóan. Kimerem mondani, hogy kutya kötelessége ennek a nemzetnek egy ezredik évfordulót, azt megfelelő méltó keretek között megtartani, ehhez viszont ennek a helynek a méltó kialakítása is szükséges. Volt ebben tekintetben tudományos eredmény, részben maga a város finanszírozta, például Szabó Zoltánnak, ahogy a legutolsó köteteire gondoljunk, a ugye egy építészet történeti munka, de természetesen régészek, művészettörténészek is foglalkoztak nagyon sokat ezzel a területtel. Én megértem egyébként, hogy nagyon sok kétség és kérdés merül föl, tehát ez nem egy ilyen magától értetődő dolog, mert nincsenek engedélyes tervrajzok a városházában, vagy a levéltárát, Csurga igazgató úr, nem tudja, mert mindig mondjuk neki, hogy ezt valahogy elő kéne szedni. Nyilván ezt így nem lehet előszedni. Tehát itt muszáj, hogy a különböző szakmacsoportok, tudományos szakemberek tudjanak egy olyan egészséges kompromisszumot egyébként kialakítani, ami pedig az építészeknek megadja azt a lehetőséget, hogy mifele gondolkodjanak. És tényleg a társadalmi csoportokat is bevonva egy biztos olyan dolgot kell kialakítani, ami alkalmas arra, hogy minden visszajön ebbe a földbe és ebbe a városba, ami ide tartozott. Részben a földbe, részben akár síremlékekbe, részben pedig egy olyan belső térbe, ahol azt meg is tudjuk látogatni, ahol fejünket tudjuk hajtani, ami zarándok helyként tud működni, és amit egyébként föl tudunk mutatni annak is, aki külföldről jön Fehérvárra, hogy miért mondjuk azt, hogy ez a nemzet
történelmi fővárosa. Egyébként nehéz most elképzelni, hogyha jelenlegi belvárosra gondolunk, de ez valóban az István által épített bazilika, az egy hatalmas katedrális volt Európából, is ilyen visszajelzések, beszámolók, korabeli beszámolók voltak. Hát pontosan így van. Ugye, ha csak a méreteit nézzük, gyakorlatilag a korabeli német-római császári hasonló jellegű templomépítményekkel képvisel azonos nívót. Ugye ez a templom, ez olyan 65 méter hosszú, 38 méter szélességű volt, tehát egy rendkívül jelentős tér teret jelentett. Ugye aztán meg még nagyobb lett, hiszen éppen Mátyás király így van, ugye ő volt az, aki kibővítette, illetve átépítette a templom szentélyét, és hát ezáltal körülbelül egy harmadával hosszabbította meg, 100 métert is elérte ez az építmény, sőt, hát ugye ezt így érdekességként szoktuk is mesélni az ide látogatóknak, hogy hát olyannyira nagyra sikerült, hogy emiatt a városfalat is ki kellett bontani, ugyebár az új szentély miatt, és hát állítólag a Miksa katonái 1490-ben Mátyás halála után azon a résen bejöve foglalták el a várost, és éppként indulták fel a bazilikát is. Érdekes dolgot említett igazgató, mert éppen a Szent István Király Múzeum a városfal ásatása kapcsán a Jókai utcában jutott fontos dolgokra, ami szintén összefügghet a bazilikával. Hát így van, gyakorlatilag a dendrokronológiai C14-es vizsgálatok megállapították, ugye megtaláltuk a városfal alatt, tehát a kőfal alatt azt a fa szerkezetű tartószerkezetet, amit ugye a mocsára helyeztek, hogy ne süllyedjen le az egész fal, és ennek a természettudományos módszerekkel történt elemzése gyakorlatilag kimutatta, hogy ez már 11. század elején álló fal lehetett, vagyis joggal feltételezhetjük, ez már Szent István korábban elkezdődhetett kiépíteni, tehát eddig ugye úgy gondoltuk, hogy a tatárjárás volt az, amikor a teljes belvárost körbevették kőfallal, de gyakorlatilag már a bazilika építésénél ez megtörténhetett jelenlegi tudásunk szerint. És ez is egy nagyon különleges dolog, hiszen Európában ez sem volt gyakori, hogyha jól emlékszem. Így van. Hát nem sok ilyen város volt, ami kőfallal volt körülvéve ekkora terjedelemben. Tehát akkor várhatóak tulajdonképpen az elkövetkező időszakban, akár a mostani kutatás eredményének, vagy akár a mellette a társtudományok által folytatott kutatások eredményének további változatok, vagy megismerhető tudásanyag is a bazilikával kapcsolatban? Gyakorlatilag a bazilikát folyamatosan kutathatjuk, tehát a történészek, régészek és különböző szakemberek most már ugye a természettudományos vizsgálatok bekapcsolódásával számtalan lehetőségünk van. Mondhatni egy kimeríthetetlen forrás, mert hogy igazgató is említette, hogy sokat tudunk róla, de sokat nem is. Tehát még bőven van mit kutatni a történetével kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a megkívásunkat. Köszönöm. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket. Köztérrel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban.